Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Ez a Megbeszéljük a Hetes stúdióban Kánc Csabával, a Privátbankár szerkesztőjével, Széki Jánossal, az ÉS publicistájával és Bolgár Györggyel. És akkor én kezdeném egy sajtóügyi történettel. A fideszes képviselő szerint az újságíró feladata az, hogy a politikusokat segítse. 1848-ban a szabad sajtó volt a március ifjak első követelése, így március 15-e a sajtószabadság ünnepe is. Az RTL híradó szemléje szerint erről emlékezett meg Víg László, fideszes parlamenti képviselő is, aki egy posztban köszönte meg az alai újságíróknak a fontos, hiteles, kiegyensúlyozott tájékoztatást, majd egy tévéinterjúban azt is kifejtette, hogy mit ért ez alatt. A következőt érti ez alatt. Ma, 2023-ban elmondható, hogy a sajtószabadság azt jelenti számunkra, hogy akinek a tulajdonában van a sajtó, annak az értékeit közvetíti, véli Víg László. A képviselő azt is kifejtette, hogy az újságíró feladata az, hogy a politikusokat segítse, a sajtószabadság meg azt jelenti, hogy segít a sajtó nekünk abban, hogy építsük mindazt, amit elkezdtünk. Ennyi. Mit szóltok ehhez a megnyilvánuláshoz? A párttalan néppel egy az utunk. Hát igen. Egyébként 1979-ben, amikor elkezdtük az újságíróiskolát, itt a szomszédban, közvetlenül a nagy augusztusi áremelések után, ami a Kádár-rendszer lejtőre kerülésének a kezdetét jelentette, akkor az első nagy összelőadáson az előadó, már nem tudom milyen az agitprop osztálytól valamilyen ember, feltette nekünk a kérdést, hogy szerintünk mi az újságíró feladata. És akkor mindenki mondott mindenfélét, ezt meghallgatta türelmesen a agitprop főelőadó, vagy nem tudom micsoda, és közölte, hogy nem tévedünk, az újságíró feladata a párt politikájának szolgálata. És ez így átívelt. Mikor volt ez pontosan? 1979-ben. 79, augusztus 20-21. Akkor ezek szerint. Augusztus 20-21, igen. Hát akkor ez voltaképpen ismerős történet. Teljesen ismerős. Ugyanez, amit egyébként mondott a hiteles, micsoda, pontos, stb. Tájékoztatásról, az a kb. Nem tudom, valamilyen 74 vagy 70, 75 körüli kb. Határozatnak a nyelvéből maradt meg, ahol közölték, hogy az újságírás, a sajtónak a feladata az a hiteles, gyors és pontos tájékoztatás. Ez aztán átkerült a 86-os sajtótörvénybe szó szerint, ami hatályban maradt 2010 karácsonyáig, és aztán egy még rosszabb váltottak fel, úgyhogy ez egy ilyen folytatólagos ív a 70-es évektől máig. Csak egy gondolat, szóval én azt érzékelem, hogy éppen úgy, mint Törökországban, ugye a rezsim rááll alapvetően a kistelepülések vallásos, többnyire idősebb, többnyire aluliskolázottabb néprétegeire. Ezért volt stratégiai kérdés a vidéki lapok ledarálása, és én valahogy ebből az idézetből nekem az jön át, hogy idomulnak ezek a vidéki lapoknak az emberei, nem akarok megsérteni senkit ezzel, de úgy érzem, hogy mintha idomulnának a helyi körülményekhez, pontosan tudják, hogy ők már nem egy független sajtónak dolgoznak, hanem elképesztő minőségbe szolgálják ki a... Kérdezhetek valamit, mert nem, ma téma volt ez a fórumban, már mint pénteken a fórumban téma volt, hogy a vidéki lapok azok milyen szerepet töltöttek be annak idején Magyarországon, és milyen példányszámban jelentek meg. Tehát például egy Dél-Magyarország milyen példányszámban jelent meg? 100 000 körül. Én is ezt gondoltam, és ezt mondtam, hogy 100 000 példányszám körül, és most, tudjátok, hogy most... 10 000. Ezek ezrekbe. Tehát ugye a Dél-Magyarország még többe, de ilyen 5, 6, 8, 10, 12 ezerben, tehát ez az egész egy ilyen, hát egy ilyen átverés. Egy becsapás az egész a vidéki sajtóval kapcsolatban. Néző László ugye a főszerkesztője, a Kesmalapoknak. De nem ezért átverés, mert csak 10 000 példányban jön. Ja, nem ezért, hanem azért, mert hogy a
A Néző Ászló által vezetett hírszerkesztőségben született biztos, dolgok jelennek meg. Ő még mindig úgy is, hogy a Magyar Nemzetnek is ő a főszerkesztője újabban? Úgy, mert nem tudom. Na, ez az. Két hete még ő volt. A név teljesen jelen. Mindegy, és másodlagos, nem számít ki a főszerkesztő. Az a lényeg, hogy ezek uniformizált lapok, a központi tartalmat adják vissza, néhány helyi információval kibővítve megyénként, semmi más nem történik. És persze a befolyásuk kisebb, mint amikor tízszer ekkora példányszámúak voltak, de a lényeg az, hogy aki még újságot olvas, akit érdekel valamennyire a közélet, aki nem állt át teljes mértékben az internetre, vagy más hírforrásokra, lehet, hogy ez az idősebb réteg, és a Fidesz főszavazói, azért a főszavazótábor onnét kerül ki, vidéken, az idősebbek közül, azokat el lehet érni ezekkel a központi üzenetekkel, ennyi. Parancsol. Éppen most, vagy egy hónapja, amikor szintén egy fideszes, de önkormányzati képviselő javasolt a Borkait Győr díszpolgárának, és akkor elővettem a 2 évvel ezelőtti fájlt, amikor Borkai ugye Horvátországban prostituáltakkal enyelgett, kábítószer, közepette hasonló, és akkor az volt, hogy amikor kirobbant az ügy, akkor a Kisalföld napokon, heteken keresztül nem számolt be az ügyről, beszámolt arról, hogy Kamcsatkába kitölt a vulkán. Tehát mondjuk azért tehát prioritásokat megtette, de gyakorlatilag egy Győr-Sopron megyét sikerült megalázni. Tehát ugye egy Ausztriával szomszédos. Várj, és ennek volt köszönhető, hogy megnyerte a választásokat? Hát például. Akár ennek is lehetett köszönni. De biztos, hogy volt szerepe. Akkor már polgármester volt, tehát milyen választás? Nem, hát megnyerte a 2019-es polgármesteri választást. Igen. Azután. Hogy kiderült róla, hogy mit csinált, azután meg, sőt, kiderült róla, hogy az Audival mit csinált, hogy hogy kerültek az Audihoz a telkek, meg ilyesmik. Igen. Az is kiderült, igaz, azt nem nyomozták le, mert az lehet, hogy túl rázós lett volna, lehet, hogy az Audi számára is. De minden esetre ő ott maradt, és most jó pár évvel a stikliei után, ki tudja, milyen stikliei voltak, díszpolgárra akarták nevezni, de aztán cáfolták, és mást kerítettek díszpolgárnál. Hát magát Szijjártó Pétert rájöttek, hogy van egy Győrnek egy igazi miért nagy hazafiszülötte is, Szijjártó Péter. Na, de visszatérve az alaphoz, ehhez a kijelentéshez, az egyébként ismeretlen nevű fideszes képviselőtől, nem csak azt mondta vissza, amit régóta Zalaegerszegen igen. működő országgyűlési képviselő. Jó, egész Zalaegerszegen és környékén ismert, a nagyobb, hát mondjuk az országban, világban már kevésbé, nem, teljesen mindegy, itt sem számítanak a nevek, mert mindegyik ugyanezt mondaná, mindegyik. És hogy azért-e, mert így is gondolja, biztos, hogy sokan vannak a Fidesz politikusai között, akik valóban úgy szocializálódtak, ahogy a 79-ben az agitproposztály illetékese az újságíróiskolán tanácsolta az újságíróknak, vagy hát erősen a figyelmükbe ajánlotta, pedig el is vitethette volna őket, vagy azt mondhatta, hogy hát talán nem kellene az újságírói pályára jönnötök, de nem tette. Szóval sokan úgy gondolják, hogy igen, ez is az osztályharc része, meg a haza felvirágoztatásának része, és hát ha egyszer miénk a sajtó, akkor elvárhatjuk, hát annak a zenéjét kell, annak a nótáját kell énekelni, aki fizet. Hogy került a kezükbe a sajtó? Úgyhogy rástartoltak folyamatosan 2010-től kezdve, megvették azokat a sajtótermékeket, mindenféléket, írott sajtót, televíziót, rádiót, portálokat, vagy tiszta, vagy kevésbé vagy tiszta eszközök. Igen, aztán már az a következő. Vagy bezárták, vagy tönkretették. A lényeg az, hogy megszerezték őket, hogy aztán diktálhassanak. És bár ez formailag tényleg így történik, mert beleszólhat még talán egy ilyen demokratikus kapitalista országban is a tulajdonos valamennyire abba, hogy milyen legyen alapja, és azt mondhatja, hogy hát én ezt a mondjuk liberális lapot nem szeretném, mert én egy megveszekedett konzervatív vagyok, és akkor eladja. De azt nem csinálják meg, hogy a nyilvánvalóan
mondjuk jobboldali konzervatív labból hirtelen csinálnak egy harcos baloldali szociáldemokratát, a tulajdonos az együtt él a létező viszonyokkal, a lapnak megvan az önállósága, a szerkesztőségnek megvan az önállósága, és nem attól függ, hogy ki a tulajdonos, hogy mit írnak éppen a Guardianbe, vagy a Timesba. Sokszor igen, bizonyos dolgoknál, amikor például Amerikában előfordul, hogy kit támogat egy-egy lap a választásokon, elnököt, vagy helyi kormányzót, és akkor talán beleszól egy kicsit a tulajdonos is, de azért alapvetően megvan az önállóság nálunk, viszont úgy értelmezik, hogy aki a lap, aki az orgánum, az mondja meg, hogy mit csináljunk, és ebben nem látnak problémát. Amit egyébként a média alkotmány, ami egy hatályos magyar törvény, expressis verbis tilt. Igen. És tulajdonképpen honnan volt ehhez mindehhez pénz? A nyugat-európai adófizetők pénzéből refeudalizálták Magyarországot, és ennek része volt a magyar médiapiac megrokkantása. Tehát akkor a Nyugat-Európa tehet róla? A Nyugat-Európa vastagon benne van. Igen. Igen. Hát meg abban is benne van, hogy a nyugati... Vagyis az Európai Unió, most akkor azt mondhatjuk? Nem Brüsszelt akartam mondani, hanem szándékosan mondtam, nyugat-európai adófizetőket. Hát uniós támogatásokból vásárolták meg, hát akkor az Európai Unió legalábbis részben tehet róla. Igen. Abszolút. Abszolút. Meg abban az értelemben is nem az unió, hanem az unióban működő, mondjuk médiavállalkozások, tulajdonosok, akik és amelyek jelen voltak Magyarországon a rendszerváltás után, lapokat vettek, heti lapokat, televíziókat, és így tovább, egyszer csak úgy érezték, hát ez kényelmetlen, vagy nem elég nyereséges, kevésbé nyereséges, mint gondoltuk, vagy itt van ez az Orbán kormány, és egyre jobban presszionál minket, még azzal is fenyeget, speciál ez a tulajdonos nem ment ki, hogy a Rosszatommal megvetett minket, ugye? De volt, ahol ez, siker. Igen, de például az Origót, amelyik a Deutsche Telekom tulajdonában volt, egyszer csak valamilyen csoda folytán megvették, pedig az volt a legnagyobb elérésű internetes hírportál. És ma is az, mert most már más kérdés, hogy miért, de ez a totál kormánypropaganda részévé vált. És így tovább. A lényeg az, hogy folyamatosan vonultak ki, vagy presszió miatt, vagy azért, mert úgy érezték, hogy nem elég profitábilis a magyar sajtó, vagy azért most ezt a nyugat is vegyünk nyakunkba, nem fogunk harcolni a magyar hatalommal, a magyar kormánnyal, és hagyták el a magyar média szinteret, és sorsára hagyták sajnos a magyar újságírást is. Hát nem tudom, mi mennyire vagyunk sorsunkra hagyva itt a Klubrádióban. Ez a mi sorsunk, és nem is kevés. De hogy itt azért nincs az a fajta nyomulás, hogy így meg úgy meg amúgy kell beszélni bizonyos témákról. Lehet, hogy azért nem tudunk hatalmas tömegeket megmozgatni. Fene tudja. Nem, ez nem így van. Hanem ez miért van? Hát egyrészt senki nem tud már hatalmas tömegeket megmozgatni, a sajtó úgy változott meg, ugye rengeteg számban is rengeteg szereplője van az internetes portáloknak is, nagyon, nagyon sok kisebb és nagyobb van, rádió, ugye annak idején, amikor még a Kossuth Rádióban vagy a Magyar Rádióban rádióztunk, egy rádió volt, és az a 90-es évek végéig így volt. Akkor egy-egy rádióműsornak országos hatása volt, egy-egy tévéműsornak országos. Ma már nem lehet tömegeket megmozdítani ezzel, de például, hogy a Klubrádiótól elvették a frekvenciát, még ha ez már a végén nem volt is országos, azért ez azt jelentette, hogy még egy kisebb területre szorítottak bennünket vissza, mert nem mindenki hajlandó elővenni a telefonját, és azt mondani, hogy a rádió helyett akkor ezt kapcsolom. Azért szólhatunk egyáltalán, mert azt gondolja az Orbán kabinet, hogy ezt megengedheti magának? Legyek udvariatlan? Legyél teljesen. Van benne ilyen, szóval van benne ilyen, tehát megengedheti magának, hogy azért mutatóba legyen valami, amit a független közönség, vagy akár az ellenzéki közönség magáinak mondhat, mert hogyha még az se, akkor kész. Tehát valamennyi maradjon, mindig maradjon valamennyi. Egy acélinterjút eszembe a 70-es évek elején a L'Humanité-nek adott interjút itt Pesten, amiben megkérdezték tőle, hogy hát itt van azért egyfajta ellenzék is, kérdezte a francia újságíró. Hogy azokat, tehát miért engedik, hogy egyet publikáljanak, van amelyik
még hivatalos lapokban is szokott publikálni, meg nálunk kiadnak, mármint Franciaországban magyar nyelvű szövegeket, amelyeket aztán eljuttatnak, hogy ezt hogy gondolják önök? És akkor az acélelvtárs azt válaszolta erre, hogy milyen az az ország, aminek nincs egy ekkora ellenzéke legalább? Hát milyen igaz, másrészt... Ugyanott tartunk szinte. Amiről nem szoktunk beszélni, tehát ami Magyarországon folyik, azt a nemzetközi szakirodalom úgy hívja, hogy tűzoltófecskendő módszer, aminek az egyik sajátossága az, hogy sok csatornás. Tehát az internetes, tehát a YouTube reklámoktól kezdve a nagy kereskedelmi tévékig bármi, minden benne van. Most amellett egy non-profit rádió, vagy egy kis rádióállomás az teljesen elfér, tehát az elérés is belefér. Tehát lehet, hogy mi értékesebbek vagyunk annál, mint amit gondolunk magunkról. Nem, hát betiltani nem tud tehát minket az interneten. Azért gondolom, hogy értékesebb, mert hogy fel tudják mutatni az Unióban, hogy itt egy demokratikus újságírás van Magyarországon, mert a Klubrádióban nem. Ez hangozhat el. Azért nem tudom, melyik okos ember mondta a Fidesztől most, hogy maga Gulyás Gergely talán, hogy Magyarországon nagyobb a média szabadság, vagy a sajtószabadság, mint nyugaton, mert ezt is mindenki megírhatja meg, míg nyugaton nem írhatja meg mindenki azt. Most persze, hogy mindenki megírhatja, meg kimondhatja, amit akar, csak az egyik dolog az eljut 10 emberhez, a másik az 10 millióhoz, szóval ez... Igen, de a Klubrádió az abból a szempontból nem tartozik a fideszes taktikához, hogy hagyjuk őket is életben, mert ez a gyakorlatilag a megszüntetésünkre tett lépés volt, hogy elvették a frekvenciát, és abban bíztak, hogy hát ha internetre kerülnek, már nem úgy működnek, mint egy igazi rádió, akkor majd elvesztik a hallgatóságukat is, hallgatók nem fogják őket támogatni anyagilag, tehát megdöglenek. Ők ki akartak minket végezni, ez nem kétséges. Az, hogy néhány lapot például, vagy egy mondjuk ellenzéki televíziót ilyen-olyan módon életben tartanak, hirdetésekkel, egyéb támogatásokkal, az egy másik kérdés, hogy megmutassák. Hát látjátok, van itt ellenzéki tévé is, van itt ellenzéki újság is. De egyébként hagyd tegyek fel egy ilyen amatőr kérdést, hogy ne kacagjatok hangosan, hogyha úgy gondoljátok. Tehát itt fölmerült Acél György neve, igen, mint kultúrpápa. Igen. Jelenleg ki a rezsim kultúrpápája? Tényleg, ki a jelenség hát kultúrpápa? Kultúrcárnak a Demeter Szilárdot nevezték, de azért ez enyhe túlzás. Azt kell mondanom, nem eléggé nagy formátum ügyén. Minden ilyen ügyben is Rogán Antalhoz tessék fordulni. Tehát a Rogához tartozik most már akkor ez is. Hát legalábbis ő propaganda. Hát a propaganda miniszter. Hát ő a propaganda miniszter, rajta múlik például, hogy a kormány tagjai mikor, hol, kinek nyilatkozzanak, vagy ne nyilatkozzanak. Rajta múlik, hogy ki mekkora támogatást kapjon a médiában. Hát hogy ez kultúr-e, vagy nem kultúr? Mert szerintem nem. De pápának mert pár. Szerintem nem. Azért az Acél fogadta, így Gyulát fogadta, Csurkát, azért mondom, hogy ez nem kultúr. Tehát ez egészen más vonalakat mozgatott. Az, hogy milyen intellektuális tartalommal volt felruházva az Acél elvtárs, illetve a mostani Szijjártó, Rogán, meg ezek, el lehet mondani, hogy Acél elvtárs rendkívül művelt ember volt, és nem esett kétségbe, ha Ilyes Gyulával kellett beszélgetnie. A mostaniakról nem nagyon lehet ezt valószínű elmondani. De szerintem ugorjunk ebből a sajtóügyből, mert ugye erről mi tudunk órákat, napokat beszélni. Elszenvedői, illetve résztvevői vagyunk ennek a harcnak, vagy csatának, vagy nem tudom micsodának. De van egy másik sztori is, ami szintén március 15-ével kapcsolatos, és az is eléggé sajátságos. Egy szülő felháborodott, azóta eltűnt írása szerint március 14-én a budapesti Budenc József Általános Iskola és Gimnázium igazgatója egy előadás után letiltotta a negyedikesek március 15-i műsorát, mert szerinte aktuál politikai áthallások vannak benne. Kétszer mutatták volna be, a helyhiány miatt egyszer be is mutatták. A szülők az írás alatt felháborodottan írtak gyermekeik csalódottságáról, bár volt olyan szülő, aki annak örült, hogy egyszer be tudták mutatni, és nem értette, hogy miért lenne cenzúra, ha másodjára már nem mehetett az előadás. A gyerekek pedig annyira felháborodtak, hogy a folyosón tiltakoztak. A tanárok pedig a végén azt adták közre a YouTube-on, hogy rohadjál meg, Pintér Sándor, bocs, de ez durva volt, énekelték az iskola tanárai.
Ti mit szóltok ahhoz, hogy Petőfitől ennyire fél egy iskola igazgatója 2023-ban, 200 évvel a születése után? Kit kérdezik? Végül is szerintem totálisan áthallásos az első témával a zalaegerszegi történettel. Abban az értelemben, hogy itt van egy, ugye, egy hűbéri lánc, egy zombi hadsereg, igazodni próbálnak nem elkövetni hibát, mert azonnal földobják őket, azonnal hátba szúrják őket, és akkor hogy számolok be? Tehát ez az igazgató lehet, hogy nem is fideszes, csak félti az iskolát attól, hogy itt emiatt, az ünnepség miatt be fogják zárni őket? Szerintem az iskolát, szerintem a saját pozícióját, anélkül, hogy ismerném a hátterét az iskolának, vagy az ő személyi hátterét, szerintem a saját egzisztenciáját féltette. Hát én nem tudom. Egyébként Petőfi hát republikánus, sőt, szocialista, nagyon baloldali ember volt mai mércével is. Forradalmár volt. Forradalmár, utált az igazságtalanságot, a gőgösséget, stb. Monarchia ellenes, mint tudjuk, csúnyán beszélt, radikális, igen, mindenképpen radikális volt, tehát a 48-as erőknek a radikálisabb vonulatához tartozott. Hát Petőfi elvtársa, hogy a magyar tanárom mondta, szintén nagyon régen, de valóban hát elég nehéz kisajátítani. Most a miniszterelnök megpróbálta a hát kiskörösi emlékünnepségen valamilyen módon kisajátítani. Ez nagyon mulatságos eredményeket szült, hogyha ma élne, akkor az európai szuperállam ellen lenne. Hát hogyha ma élne, akkor az anyám tyúkja, az a, nem tudom, az apám botri kutyája lenne. Szóval ezek teljesen abszurd dolgok. Mindenesetre Orbán aktualizálta Petőfit, ez az iskola igazgató, viszont azt mondta, hogy azzal indokolta a műsor megismétlésének betiltását, mert egyszer lement. Igen, ezt hogy mondtam. Az aktuális és aktuál politikai utalások nem elfogadhatóak egy köznevelési intézményben. Hát ha ezt Petőfi tudta volna meg főleg ha Orbán Viktor tudta volna, akkor biztos nem ilyen beszédet mondott volna kiskörös. De kíváncsi vagyok a véleményedekre. Lehet-e, vagy szabad-e aktuál politikai ügyekről egy ilyen ünnepségen beszélni egy általános iskolában például? Petőfin keresztül, Petőfivel? Nem, én általánosságban. Hogy szabad-e az aktuál politikai ügyeket egy iskolában terítékre tenni, ahol ott van az egész plénum, szabad-e ezeket egy ünnepség formájában előadni, mert összetudunk mi is állítani bárkinek a műveiből egy olyat, ami vagy kormánytagadó, vagy kormánygyalázó, vagy kormánydicsőítő legyen. Képekkel, zenével, különböző narrációval könnyen meg lehet csinálni bármit, akár Petőfiből is. Hát szabadni szabad, csak ha engem kérdezel, én konzervatív vagyok, ezekben nem illik. Tehát egy nemzeti ünnep, egy 175. Ja, ott a Petőfi 200 és a... Hát meg Petőfi 200, hát miért kellene aktuál politikai dolognak lenni? Hát nem illik. Például azon múlik, hogy ezt a gyerekek állították-e össze, vagy tanárjuk, össze, vagy a tanáraik segítettek benne, vagy ki volt az, akinek eszébe jutottak, hogy legyenek benne aktuális utalások, aktuál politikaiak, akár olyanok, amelyek Orbán Viktorra vagy kormányára is értendők. Nem azt tudom, az, nem... Azt, mintha az akasszátok fel a királyok. Az akasszátok fel, de ha az akasszátok fel a királyokat, hát még Orbán Viktor úgy tudom, nem király. Rossz az, aki rosszra gondol. De így van, hát ha csak ennyi volt, akkor nyugodtan, akkor ez nem kérdés. De hát azért volt egy pár olyan sor ebben a versben is, ami nagyon rímelt valamire. Hogy Petőfinek ezt a versét ne lehessen elmondani március 15-én bárhol, bármelyik oktatási intézményben, hát az abszurdum. Az abszurdum. Ez nem aktuál politikai utalás. Gyuri, a körítéstől sok minden függ. Azért mondom, tehát ha kimondom azt, hogy akasszátok fel a királyokat, és erre megjelenik Orbán Viktor képe jobb oldalt, meg bal oldalt. Akkor talán már akkor tudnánk, erről, tudnánk erről is, de nem tudunk erről, úgyhogy valószínűleg nem jelent meg ez a kép. Nem láttuk az előadást, bármi történetett az első előadáson, még azért mondom, még olyan is, ami valamifajta igazságot ad az igazgatónak. Könnyen lehet, hogy itt belementek a legdurvább napi aktuális ügyekbe 48. március 15-i ünnepség kapcsán, vagy Petőfi kapcsán.
Nem tudom, de minden esetre, amit olvasni a cikkekből, úgy eléggé kínos történet, hát hogy Petőfi Sándor persona non grata lett 2023-ban. De ugye a saját élményeimmel jöjjek megint, ugye utoljára, amikor politikai balhé volt március 15-éből, 1972-ben volt. Most 1973-ban ennek öröme, akkor még nem volt munkaszüneti nap, de 73-ban március 10-én úgynevezett összetartás volt az iskolában, hogy berendeltek a minden hat tanulót, és akkor... 15-én? 15-én, és nem kellett semmit csinálni. Az volt a lényeg, hogy ne csináljunk semmit. Nem menj ki az utcára. Igen, ne menjünk ki az utcára. Ez ahol én kimaradtam, mert pont akkor érettségiztem. Március 15-én? Nem, 73-ban, és nem volt ilyen berendezés. De március 15-éről melyik gimnáziumban volt? Trefort, Ságvári. Nem, ez az Apácaiban volt. De Gábor, március 15-én még nem érettségiztél. Nem, de lehet, itt hogy ma akkor érettségiszülész volt, nem emlékszem. Erről már a napról szól most csak ez, amit János mond. A lényeg az, hogy lehet-e egyébként aktuális politikával foglalkozni egy iskolában? Szerintem, ha a gyerekeket érdekli, nem feltétlenül egy ilyen ünnepségen, de ha a gyerekeket érdekli, előhozzák, akkor miért ne lehetne különböző iskolai osztálybeszélgetéseken előhozni a napi politikát. Nyilván a tanárnak úgy kell egyensúlyoznia, hogy van ilyen gyerek is, olyan is, ilyen háttérrel, olyannal is, de hogy ők beszéljenek róla, vagy megvitassák, szerintem az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Ez a Megbeszéljük a hetes stúdióban Kánc Csabával, Széki Jánossal és Bolgár Györgyel is. Fölemelted a kezed is, akartál valamit mondani. Csak egy mondat, hogy ugye a rezsimnek egyre kellemetlenebb mind március 15, mind október 23 megünneplése. Tehát ugye a tavaly októberben is már éreztük, hogy óriási erők mennek arra, hogy kisebbítsék az ünnep jelentőséget, hogy deflektáljanak, hogy félrebeszéljenek, hogy nem is olyan fontos, hogy pestnyesen szólva nem tudnak rá gombot varni az eseményre, és ráadásul ugye mind a két esetben oroszok keze benne van egy véres tragédiában. Egyrészt leverték a 48-49-es szabadságharcot, másrészt az 56-ot szintén. 56-ban tudjuk, és akkor most itt van gyakorlatilag egy felelős miniszterelnök megteheti ezt, hogy ilyenkor elmegy Kiskörösre, és úgy csinál, mint a világon nem történt volna semmi, és Petőfire emlékezik. Elmehetett volna Moszkvába is. Volt vagy is. Szijjártó Minszkbe, de ő már előbb elment oda, ugye februárban. Egyébként ahhoz mit szóltok, mert az is egy témánk, hogy Szijjártó Minszkbe jár, egész Európai Unió fel van ezen háborodva, menjünk vissza egy kicsit nem, valami? Még ez a miért nem mehetne el Kiskörösre? Petőfi 200 éve született. Szerintem 200 évenként egyszer. Nyugodtan elmehet. Szerintem Orbán Viktor soha nem mehetne el Kiskörösre, mert én ezt Petőfi gyalázásnak és... Mi? Hogy oda megy a magyar miniszter? Mert hogy annyira ellentétes azzal, amit Petőfi mondott és amit csinált, mi? Hogy ne hivatkozzon nekem az Orbán Viktor Petőfi Sándorra. Azért másik kérdés, hogy mit mondott és mivel ért ez egyet. Meg neki, hogy mire hivatkozzon. Hát ez ugyanaz. De hogy elmegy egy miniszterelnök is megemlékezik. Megmondhatom neki. Egy nagy magyar költő volt, miért emlékezhetnél rajtam be róla? Egy hazug miniszterelnöknek látom, aki a legrosszabb dolgokat csinált. Jó, akkor is hivatalban lévő magyar miniszterelnök. És egy nagy magyar költőre megemlékezed a szülőházát. És a Nyugati Szövetség tagja. Hát hírekben ezt így lehet elmondani. És az ott lévő több ezer ember lelkesen tapsolt neki. 25 méterről. Megjegyzem, sokkal természetesebb, mint óriási politikai nagygyűléseket tartani Budapest közepén március 15-én. De én nem viszonyítottam ezt sehol. Ami felháborít, az nem az, hogy elment és emlékezett Petőfire, hanem az, hogy azt mondta, hogy ha a mai élne és itt lenne köztünk, akkor a 12 pontja elé odaírná, hogy legyen béke a 13-at. Hogy legyen béke, ezt írná Petőfi, aki az oroszok fegyverétől halt hősi halált Segesváron. Egy gondolat bánt engemet. De ugyanazt mondjátok, mint én. Hát aki ilyet mond, hogy mehetne oda megemlékezni? Oda mehet. Ne mondjon ilyet. Vagy ha ilyet mond, akkor azt mondom, hogy felháborító. De ennyi. A mi dolgunk meg a felháborodása. Akkor most térjünk vissza oda, vagy belevágtunk már ebbe a következő témába, vagy nem vágtunk Minszkbe? Vágjunk. A Minszkbe ha például. Ha ezt téged foglalkoztat? Nem szórakoztat, de... Nem foglalkoztat, mondok. Foglalkoztat. Tehát a Szijjártó elment Minszkbe tárgyalni, amit az Európai Unióban nehezményeznek, ha bár már volt mindenfele, volt Moszkvába is, meg Távol-Keleten, meg mindenfele különböző ügyekkel kapcsolatban, ami a háborúval kapcsolatos,
De most ez a Minszk, ez nagyon megakadt a Európai Unió torkán. Miért? Lassú a reakció idejük azért. Ennyi? Hát 2 hónapja volt. Februárban. Igen, de most tört ki a botrány, nem is olyan régen. Mármint, hogy egy csomó lap, többek között a Politikó, nem. Stb. Hát, a pellengére állította Szijjártó Pétert emiatt. Akkor is bírálták. Lassan örülnek az Európai Parlament malmai, de... És lehet, hogy megtudták, hogy mit csinált Lukasenka Pekingben, meg ugye most nem volt Teheránban, és rá pár napra tulajdonképpen kitör a botrány, azért a parázs mindig ott volt a hamu alatt, hogy ugye azért a Deutsche Welle, a német állami média robbantotta 3-4 éve az ügyet, amikor a Grüwski kimentés történt. Grujewski. Nikola Grüwski kimentése történt. Azt úgy kell mondani, mi Grüwski? Akárhogy. Jó. És akkor ugye a Deutsche Welle robbantotta, hogy ez egy közös mélyállami ügylet volt a fehér, a belorusz, a magyar és a szerb szolgálatok, titkosszolgálatok között, valószínűleg Moszkvából karmesterkedve, és tulajdonképpen ez a speciális kapcsolat Budapest és Minszk között, ez már akkor tulajdonképpen dekonspirálódott, nyilvánosságra került. Az, hogy Szijjártó meg oda megy, ez gyakorlatilag annak a része, hogy a rezsim tavaly február 24 óta nem módosított kurzust. De van-e ennek köze ahhoz már, mint ezeknek a látogatásoknak? Ahhoz, amit Orbán Viktor a múlt héten többször is mondott, hogy egyre közelebb kerültünk a világháborúhoz. Műszerei vannak, amivel érzékeli, vagy honnan leveszi a levegőből? Nem, a Szijjártó most jött Minszkből, aztán valószínűleg kapcsolatban Minszkben van. Nem tudnak többet a világháborúról. De a Putyinnal is van valamilyen kapcsolatban. Ugye a Belarus az államszövetségben van Oroszországgal. Ilyen módon kvázi hadviselő fél, és nem is csak kvázi. Oda menni most, ez egy botrány. Miután Szijjártó járt Minszkbe, 2 nagyon prominens belarusz ellenzéki személyiséget nagyon súlyos börtönbüntetésekre ítéltek. Valószínűleg ez is belejátszott az Európai Parlament reagálásába, tehát a Bialyacki. Tehát, hogy lehet, hogy információkat adott át? Nem, csak ennyire penetráns volt, hogy itten elmegy a gazemberekkel tárgyalni mindenféle feltétel nélkül. De ki nem gazember arra fele jelen pillanatban? Persze. Hát az elítélt ellenzékért például. Hát azok nem, ha éppen élnek még, vagy nincsenek Szibériában. De legalább ennyire botrányos volt. Nem is az, hogy Orbán elment Törökországba a türk tanácsülésére, bár hát ez is egy érdekes jelzés, hogy... Türk államok szervezete. Igen. Török államok szervezete. Igen. Megézem, török államok, ez egy marhaság. Ez a türk, ez egy marhaság. Lesz még Kipcsok. Orbán államok szervezete. Tehát mi Kipcsokok vagyunk, abból az attitűdben van ez. Mi tiszteletbeli törökök vagyunk. Igen. Ezek nem is Kipcsokok? De az is. Kipcsapok. Most inkább kipcsapok vagyunk, vagy inkább törökök is. Macsarisztán vagyunk. Egyetlen egy megjegyzését szeretném kiemelni. Szóval az, hogy ott volt, és velük is arról tárgyalt, hogy a béke milyen fontos, és ti is a békét képviselitek, drága barátaim. Igen. Ellentétben ezzel a háborús pszichózisban. Fetrengő nyugattal. De egy dolgot mondott, és ezt... Tudom, hogy nagyon kevesen olvassák el Orbán hivatalos szövegét, mondott egy ilyen beszédet ezen a csúcs találkozón, és a végén odafordult Erdoğan török elnökhöz, és azt mondta neki, hogy kedves testvérem. Úgyhogy tényleg töröknek érzi magát, mi törökök vagyunk, és Orbán Viktor Erdoğant, aki május 14-ig még biztos Törökország elnöke, mert akkor lesz a választás, testvérének tartja. Azért ez súlyos. Még soha egyetlen uniós vezetőnek nem mondta azt, hogy testvérem. A kazak elnöknek, meg a török elnöknek. És ugyanebben a beszédben kijelentette, hogy
a magyar-török barátságnak hosszú és mélyre nyúló gyökerei vannak. Ez így van. És Jimurdzsák emlékév lesz jövőre. Na várj, csak az az igazság, hogy ebben igaza volt, kivéve a török megszállást, mert hogy a törökökkel együtt vándoroltunk még a honfoglalás idején például. Tehát, hogy ha nem lett volna a honfoglalás, illetve ez a török hódoltság 150 évnyi, akkor még igaza is lehetne. Ez valami kurucinfó. Mi? Mint forrás. Nem, magyar szakon végeztem. Ja, okay. Nem, egyébként tényleg van rengeteg csubasos török ellen van a magyar nyelvben. Tényleg. Jó, az addig oké. Okay. De hogy azokat így törököknek nevezni. Ezek a sehonnai... Nopád, közé-bázsai nomád népek, törzsek. Ezek a sehonnai finnek, akik a mi rokonainknak hazudják magukat, igazán ne keressenek itt semmit a NATO-ban, ahol a török testvéreinkkel együtt vagyunk, és esetleg tartjuk őket távol ettől a szervezettől. Jövő hétre tervezték a NATO bővítés zárószavazását, de semmén lefújta az egész heti ülést, és most jelen pillanatban a 31. március 31-én szavaz az országgyűlés, ha szavaz a finn és a NATO, finn és a svéd NATO csatlakozásról. És már egyre kínosabb ez a kivárás, mert lassan már mindenki előttünk van, akik beleegyeztek NATO tagokként, hogy felvegyék őket a NATO-ba, már mint a finneket és kivétel a svédeket. A testvérem, aki ma fogadja a finn miniszterelnök. De ő kijelentette, hogy, hogy már nem ellemzi a finn csatlakozás a svédről. Igen. Igen, de hogy ez ennyi? Hát húzzák az időt, más értelmét nem látom. Nyilván nem kénytelenek húzni az időt, mert... Mert miért? Hát mert a magyar szabadságharc ezt kívánja. Magyar. Jó, de ennél valami értelmesen magyarázatot mondja. Ez a moszkvai utasítás, vagy nyomás, vagy nem tudom micsoda. De milyen nyomás? Tehát, hogy a Putyin azt mondja az Orbánnak telefonon, hogy figyelj, várjatok még ezzel, hogy megszavazzátok ezt a svéd-finn csatlakozást, mert csak. És erre Orbán azt mondja, jó. Vagy hogy megy ez a történet? Mi az oka? Fogalmam nincs, de tőlem ne kérdezik, hogy gondolod, hogy mi tudjuk? Mert te például mindent tudsz, mindent elolvasol. Akkor elmondom neked, hogy Putyin és Orbán nyilván azt tudja egymásról, és amikor tárgyalnak, akkor biztos tesznek erre utalásokat, de óvatosan azért nem ilyen egyértelműen beszélnek, hogy nem rossz az nekünk, kedves Viktor, ha ti kellemetlenkedtek a NATO-nak, meg az Európai Uniónak, csak így tovább. És ugye ne felejtsük el, hogy Svédország tölti be ebbe a fél évbe a Európa Tanács elnöki pozícióját, tehát ő adja az agendát, ő mondja meg, hogy hova kell figyelni, mire kell figyelni, tehát nyilván, hogy jó sakba tartani Stockholmot, de valóban Meg fogjuk szavazni? Tehát az, amit itt előzetesen ígérgetett Orbán, hogy ő úgyis arra fogja kérni a frakcióját, illetve a KDNP-t, hogy szavazzák meg, hogy ez megint ilyen szemfényvesztés, az emberek butitása, vagy hogy mire megy ki? Igen. Bolgár Györgyi integet, és bólogat, azt mondja, hogy igen. De minek? Tehát mi az értelme? Annyi, hogy a Putyinnak ez egy kicsit jót tesz? Hát nem kicsit tesz jót. Vagy nagyon jót tesz? Mert mondjuk a finn határ az lenne a leghosszabb NATO határ ebben az esetben. Úgyhogy az nem kicsit lenne rossz Putyinnak. Svédország meg hát tengeri hatalom is, meg a balti tenger térsége ottan egészen eltolódna, úgyhogy... De minden esetre sikerült azt elérni, hogy már az amerikai külügyminisztérium feje is tud az ügyről, tehát amikor fogadta a Pressman nagykövetet Blinken, akkor szóba került ez a obstrukció is, szóval... Budapest részéről, tehát már gyakorlatilag az amerikai diplomácia feje is tud erről a Pityaner játszmáról. Szóval akár elfogadják a végén, akár nem, ezt nem lehet megjósolni, nem szoktam jósolni. A damage is done, tehát amit már elrontottak, az már el van rontva. Én se szoktam jósolni, vagy ha igen, akkor rosszul, de lehetetlennek tartom, hogy ne fogadják el. Lehetetlennek tartom. Ha ugye ők azzal próbálják zsarolni az Európai Uniót, nem a NATO-t, az Uniót, hogy igen, hogy hát legyetek egy kicsit elnézőbbek velünk, adjátok már a pénzt, vagy egy részét, és akkor hát a svédek és a finnek is bólogatnak, na jó, hát tegyük meg ezt a gesztust Viktornak. De ha azt mondanák, hogy nem, ezt a két országot nem vehetjük fel, akkor egyrészt a vezérek
ezért hazudtolnák meg, aki azt mondta, hogy elvileg is, gyakorlatilag is támogatja a két ország felvételét, erre szükség van, és igaz, hogy a Fidesz frakcióban vannak olyanok, akiknek vannak kételjeik, meg agályok, de én támogatom. Hát hirtelen kiderülne, hogy a vezér tévedett, nem, de ennél súlyosabb. Ha nemet mondanának, az egy olyan stratégiai keresztbe fekvés volna a kis Magyarország részéről az egész NATO-nak, az egész Európai Uniónak, hogy erre csak azt mondhatná a NATO is, de az Európai Unió főleg, amelyikkel a fő vitánk van, hogy na, egy ilyen országgal, egy ilyen kormánnyal nem tárgyalunk tovább. Vége! De ez azt jelenteni, hogy kiléptünk, vagy kilépünk nem, az EU-ból. Azt nem jelenti, mert ezt nekünk kellene bejelenteni. Voltak éppen ez azt jelenteni, szerint. Nekem, hát, nekem jó, ez úgy jönne le. Az első lépése, biztos. Igen, igen, igen. Aztán lebontott... Csaba akarja. Ja, igen, bocsánat. Semmit, csak egyetlen gondolat, hogy ebben is, mint csebben a tenger megmutatkozott, hogy mennyire nem számít már a rezsim vezetése részéről, hogy hova tapossák a modern világban Magyarország megítélését. Tehát már az, hogy kimegy egy válogatott csapat lobbizni, tárgyalni Stockholmba és Helsinkibe, és annak a négy vagy öt embernek, azt hiszem négy ember. Ja, a foci válogatottra gondoltam, nem értettem, hogy mit kerestek. Nem, a parlamenti. Focist. Jó, világos, a válogatott nekem nálam a annak foci. Annak a vezetője, nem a parlamenti annak társaság. A négy fős delegációnak a vezetője egy volt védelmi miniszter, és mint Biskek alsón. A Hende Csaba. Mint Biskek alsón viszi magával a tolmácsot. Mert ő sajnos, mint volt védelmi miniszter, 30-valahány évvel a rendszerváltás után, sajnos nem beszélek angolul, mondja hát Csaba. Hát nem beszél angolul. Tehát, jó, de ez elfogadhatatlan. Ilyen nincs, ilyen hát Biskekben van. Ne őt küldjék akkor tárgyalni, ugye ez volt a minden. Ez ő ilyen, volt a csapat vezetője. Persze. De ez nem egy ilyen kamu dolog, ez, hogy kimegy ez egy parlamenti csoport. Ez egész kamu volt. Persze. Tehát ennek mi az értem? Mit megnézik a svéd műemlékeket? Vagy, a Váza nevű hajót? Vagy mi a francot mennek? Én máig nem értem, hogy miről tárgyaltak. Hát azért meg is szólalt a film volt, külügyminiszter, hogy pont. De nem, az udvariasok, nem így van. Persze. Lehet, hogy a finn külügyminiszter az tett egy ilyen megjegyzést, de a jelenlegi kormányzatból többen azt mondták, hogy nagyon fontos volt a magyarokkal tárgyalni, és hogy ennek nagyon, tehát nagyon pozitív dolgokat nyilatkoztak. Lehet, hogy csak udvariasságból. A szentély szerint? Igen. Tehát magyar forrásokra hivatkozok, lehet, hogy hazugság az egész. Tehát az MT-be ki tudja, hogy hát mennyire változtatják meg a híreket. Tiszteletet a magyaroknak, ezt mondták. A finneknek is, meg a svédeknek is. Sokot tiszteltek? Igen. Azonnal elkezdtek minket tisztelni. Valaki ott maffia főnök között is, ugye, hogy mit kell kiérdemelni. Ja. Na jó. Szóval azt mondjátok, hogy ezt... meg fogjuk szavazni március 31-én. Én mondtam. Minden bizonnyal. Valamikor. Nekem hányd a szememre, ha ez nem lesz. Hát nem tudom, hogy 31-én. Míg? Azt mondják. Igen, hát most azt mondják. Össze-vissza hazudtak eddig is. De hát az volt a legnagyobb hazugság, hogy a Fidesz frakció megosztotta a svéd és a finn NATO-t a csatlakozás ügyében. Ez volt a elmúlt év legnagyobb hazugság. Az volt, hogy széleskörű társadalmi vitára kell először bocsátani. Ja, igen, ez is a nemzeti konzultáció nem indul, mert én szívesen részt vennék. Hát az lenne a habatortán. De hát egy jó üzlet nekik, tehát ezt nem kéne adni, mert a nemzeti konzultáción biztos sokan keresnek a Fidesz berkein belül. Az egy jó buli. Aztán lebontotta a kordont Orbán Viktor munkahelye körül Hatházi Ákos és a Momentum több politikusa kedd délelőtt. A művelettel alig fél óra alatt végeztek, ezt követően a rendőrök védték a kormányfő hivatalát, 7 pontos követelésüket is ki akarták ragasztani az ellenzéki képviselők. Ez végül a szomszédos Sándor palotára sikerült, innen viszont szinte rögtön leszették a falragaszt a rendőrök, amint a politikusok elmentek a helyszínről. Az RTL híradó helyszínen tartózkodó munkatársa szerint a kordonnak sem maradt sokáig hűlt helye, ugyanis elég egy órával az akció után szinte teljesen visszaépítették. Ez egy ilyen fricska Orbán Viktornak, aki az első ilyen nagy kordonbontó volt? Uh-huh. Ez arra volt válasza? Jó sikerült, szerintem PR szempontból jól sikerült, de... Hát bekerültek az összes híradóba. Így van, de hogyha az ember egy kicsit mögé gondol, akkor szerintem megint rámutat arra, hogy ez az ellenzék látványpékségnél túl...
Hát Hatházi az egy kivétel, nagyon kevés kivétel egyik. Egyetértek. Csak őt bolondnak tartja mindenki. Hát nem tudom, hogy ki tartja bolondnak. Én például nem tartom bolondnak. Hát akik róla nyilatkoznak, és vagy figyelembe se veszik, hogy mit csinál. De hát ez volt egy pár momentumos képviselő, aki figyelembe vette, hogy mit csinál, azt nem tudom, hogy kitalálta ki, lehet, hogy ő, lehet, hogy a momentumos. Hatházi Ákos, lehet, volt az első. Együtt. Csak követték a momentumot. Hatházi mosok. A momentum képviselője. Nem, igen, független képviselő, már nem a momentum. Volt. Hát független országgyűlési képviselő. A közös ellenzéki listán. Biztos, független. Igen. Szóval a lényeg, hogy, de illetve azon nem volt közös ellenzéki listán, önálló egyéni képviselő jelölt volt, az ellenzék támogatta, független. De a lényeg az, hogy igen, persze ez egy fricska volt, de én azt mondom, hogy hát látványpékség vagy nem, mi mást tudna elérni az ellenzék, ugye? Hát a parlamentben mind tudjuk semmit, hiszen minden lehetőségüktől meg vannak fosztva, és az, hogy ott álljanak éjjel-nappal a kordon mellett, a lebontott kordon mellett, hogy ne lehessen újjáépíteni, hát ezt még a Fidesz sem tudta annak idején megcsinálni. Nekik is elég volt az, hogy lett belőle ügy, lett belőle hát botrány, be lehetett mutatni, lehetett róla beszélni, és persze másodjára ennek már nincs olyan súlya és hatása, de legalább valami. Különben pedig egy dolognak lenne hatása, hogyha az ellenzék fel tudna vonultatni mondjuk a Karmelita elé 200 000 embert. Annak lenne, de nem tud, és ez, hogy az ellenzék de hibája, a pedagógusok, talán meg a diákok dolgozok, pár ezer nem, azért voltak fent de a Karmelita előtt. Pár ezer és a pár közel százezer között. Közel voltak a Karmelita előtt. Pár százezer között nagy különbség van. Szóval látványosat, csak valóban is hatásosat. Csak akkor tudna az ellenzék bemutatni, hogyha az országban olyan óriási elégedetlenség lenne, hogy százezrek mennek az utcára, de nincs. Akkor rátérek még az integrációs hatóságnak a jelentésére, amit ezen a héten ismerhettünk meg. Ez egy 160 vagy 180 oldalas jelentés, amelyről sok szakértőnek az a véleménye, hogy teljesen semmit mondó. Mi a véleményetek? Mennyit olvastatok belőle valamit, vagy mit olvastatok belőle? Civilekből és szakért politikusokból áll ez az integrációs hatóság. És, integritás. Vagy integritás hatóság. És hát arról szól ez a jelentés, hogy a magyar korrupció az mennyire gyógyítható, mennyire van mélyen a társadalomban, mennyire a politikától függ, stb. Stb. De nagyon durva dolgok nincsenek benne. Hát miután még nem kezdtek el semmi komolyat vizsgálni, vagy konkrétat vizsgálni. De vizsgálhattak is volna. Hát nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy vizsgálhattak volna, azért föl kell állni egy ilyen hivatalnak. Szerintem még azt elvárni tőlük, hogy leplezzék le Orbán Viktort és bandáját, ez túlzás. Egyébként jövőre se fogják, de egyelőre még korai. Az NGO-k azok tüntetően nem fogadták el. Sőt, többen a civil... Transparency International meg... A civil egyik civil tag sem fogadta el, akivel igen. Ma interjút hallhattak a műsorunkban az első részben, és ő is eléggé bizonytalan volt, hogy mi lett volna a funkciója ennek a bizottságnak, vagy ennek a szervezetnek. Ugye szerintem a csapat rögtön beragadt a rajtvonalon, legalábbis annak a vezetője, aki valamikor egy vagy másfél hónapja adott egy interjút, vagy pármondatos beszólást egy nyugati médiának, és azt mondta, hogy Magyarországon nincsen korrupció. Rendszer szintű korrupció. Nincs. Tehát ezzel nyitott a csapat, ezzel gyakorlatilag öngyilkosságot követtek el a rajtvonalon, az egész gyakorlatilag. A szemembe igazad van. Teljesen igazad van. Van lehet, hogy ennek köszönhető az, hogy mi született belőle. Lehet, hogy ennek. De még nem mondjunk sírbeszédet az integritás hatóság fölött, azért, mert még ott van benne a Transparency is, meg ott van benne az Átlátszó is. Ezek kritikusak, nem is írták alá ezt az akármit, de azt az esélyt még megadják ennek a testületnek, hogy ha eléje kerülnek bizonyos konkrét ügyek, akkor nézzük meg, hogy működik ez az egész. És ha kiderül, hogy nem jól működik, és tényleg az van, hogy a vezetőjétől bűzlik az egész,
és úgy állnak hozzá, hogy hát tulajdonképpen lehetnek itt kisebb hibák, meg bűnök, de a rendszer tulajdonképpen normális, rendes, átlátható, tisztességes, akkor ki fognak vonulni, de még nem vonultak ki. De miről beszélünk? Tehát miről beszélünk egy olyan országban, ahol Polt Péter a legfőbb ügyész? Tehát azért álljunk meg egy pillanatra, vagy több pillanatra, tehát... De nem tudunk minden alkalommal felháborodni ezen. Sajnos ez benne van a levegőben. Tudjuk, hogy Polt Péter a legfőbb ügyész. Fideszes, nem szimpatizáns, hát ős fideszes. Volt önkormányzati jelölt. Igazad van, egy csomó dolog, még azon is elvitatkozhatnánk, hogy mi az értelme, hogy összejövünk szombat délutánonként, ami péntek délután veszünk fel, és iszonyan dühesek vagyunk arra, hogy milyen igazságotalanságok történnek, holott ezt csak egy szűk réteg hallgathatja, mert elvették a frekvenciánkat, és egyébként is... Nagyon önmarcangoló vagy, Gábor. Végezzük a dolgunkat azon között, a szűk keretek között, amiket kijelöltek nekünk, igenis megpróbáljuk ezeket tágítani. De ez az integritás hatóság, ez más, mert ez az Európai Unió nyomására jött létre, és bár látjuk, hogy... Azt akarom mondani, hogy a benne résztvevő tisztességes, becsületes és hozzáértő civilek, akik csak annyiban civilek, hogy nem állami hatóság emberei, de különben értenek hozzá, azt mondják, hogy nézzük meg konkrétan, mire képes és hajlandó ez a testület. Ennél többet nem tudunk mondani róla. Te a privát bankától vagy. Igen. A pénz is kamu? Mi pénz kamu? Amit várunk az Európai Uniótól. Mert itt várjuk a pénzt. Hivatkozunk erre, arra, mármint a kormány. Idén már nem. Mi? Idén már nem kapunk? Idén már nem, úgy néz ki, igen. És mi az oka, hogy idén már nem? Hát mert ugye ez a teljes bizalomvesztés, és köztük az is, hogy magas IQ-jú emberek dolgoznak akár a bizottság itteni irodáján, akár kinn is, tehát pontosan tudják, hogy ez nagyon alacsony szintű mutatvány. De miből gondolod, hogy idén már nem kapunk az Európai Unióból semmit? Én csak háttérbeszélgetésekre tudok utalni, akár például újhelyi István anyagait szoktam megkapni. Tehát én úgy látom, hogy gyakorlatilag Navracsics mutatványa, hogy havonta próbálja igazolni a fizetését azzal, hogy majd akkor 3 hónap múlva kapunk, ez egyre síralmasabb. Mondhatni azt, hogy akkor nagy szarban vagyunk. De hogy is, hát győzelmet győzelemre halmozunk, hát nem értette a világmenetét, Gábor. Ilyet lehet mondani? Hát most mondtam, legfeljebb lecsuknak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, ez volt a Megbeszéljük Hetet stúdióban. Ezzel a pessimista véget legalább egy vörös farok lenne akkor a végén. Akkor mondj valami optimista véget, tessék, egy zárszót, mondj egy végszót akkor. Csapataink harcolnak. Március végéig kell döntenie állítólag, vagy formálisan az Európai Bizottságnak, hogy elfogadja ezeket a magyar törvénymódosításokat, ezek a bizonyos mérföldkövek, hogy ezek elég jók-e, elég átütőek-e. Itt volt ez a legutóbbi Erasmus, meg Horizont program, most akkor milyen kuratóriumok legyenek, milyen tagsággal. Szóval valószínűleg ezek nem lesznek 100%-ig elfogadva. Lehet, hogy valamire azt mondják, hogy rendben, másik nincs rendben, így tessék. Szóval fognak húzódni a tárgyalások, de minél tovább okoskodik Orbán, és minél kihívóbb az Európai Unióval, annál kevesebb az esély, hogy meg tudjanak állapodni. Akkor most köszönöm meg, hogy eljöttetek a speciális Megbeszéljük be. Itt volt Kánc Csaba a Privátbankártól, Széki János az ÉS publicistája az ÉS-től, és Bolgár György, nekem pedig nem maradt más dolgom, mint hogy a szerkesztő Csernyánszki Rudi nevében is elbúcsúzzak önöktől, Neumann Gábort hallották.